És megdöbbentően félelmet kelt bennem most az a dolog, amikor a szarral kapcsolatos mondásokat sorolgatom fel, és mivel én most ugye azt szeretném, hogy valakinek megkapjam a belső bélflóráját, és ugye hát ezt nem lehet megcsinálni. A hülyeség az ugye bennem, hogy azt mondom, hogy hát nem kérdezem meg a barátomat, mert megsértődik, de hát oké, megsértődik, viszont nekem sajnos, és ezt nem nagyon tudom még felfogni, pedig ez az igazság, az életem függ ettől. Tehát most kérdem én, hogy egy sértődés az, hogy a barátom megsértődik. És ráadásul ő sértődik meg, pedig ő utasítja el a segítséget én felém. Akkor én mit kéne érezzek ezzel iránt, az ember iránt, aki gyakorlatilag azt mondja ki ezáltal, hogy a te életed, Zoltika, az én szalomat nem éri meg. Tehát egy szart nem ér az életed, annyira értéktelen számomra. És akkor én nem akarom megbántani őt ezzel a kérdéssel. Azért, mert tudom, hogy biztos, hogy elveszítem ezek után. Hiszen innentől kezdve rám bélyegezheti azt, hogy én hülye vagyok. És ez is olyan tudás, amit mindenki alkalmaz, aki a valós életbe él, aki problémával küzdik, és ugye ők életbe is maradnak, de ez a sok gyerek, akik ugye az én barátaim idézőjelben, nem tudják felfogni, mi a világnak az igazsága, és most nem azt mondom, hogy ezért sajnálom kéne őket, de igazából egy kicsit szarba kerültem miattuk, hiszen az én életem függ, forog egy kockán, hogy azért, mert ők ebbe az álomvilágba élnek, és nem hisznek el semmit, mert nem is érdekli őket, mert annyi impulzus kapnak, annyi inputot kapnak, hogy ez már betölt minden egyes tárterületet a temporális, a napi memóriájukba. Úgyhogy az alvás az csak arra szolgál, hogy egy kicsit kipucolják azt, amit nyomtak a fejükbe, és megtartsa azt, amit valamikor gyerekkorukban még megkaptak tudást, és arra alapoznak. Na mindegy, tehát a lényeg az egészben az a tanulság, az, hogy gyakorlatilag az én életem ugye nektek, akik nem segítetek nekem, egy szart nem ér, a szarotokat nem éri meg a szemetekben. És ezt nagyon kéne tudatosítsam magamban, mert azt jelenti, hogy ti engem szarba sebeztek, ugye, ahogy mondja a mondás, és rengeteg mondás van, ami ezt mondja, hogy a szarukat is sajnálják, a szarukat is megennék ezek az emberek. Most másról van szó, ugyan, ezek a gazdagok. És milyen érdekes, hogy ők a gazdagok, és ők a szarukat is megennék, meg azt is sajnálják, hát persze, hogy sajnálják. Úgyhogy ha ilyenre kerül a sor, mint én, akkor nyilván, hogyha odaadnák, akkor ugyanezt az egészséget megkapnám. Tehát ugyanabban a világban beleíthetnék, és konkurencia lennék ugye ő közöttük, mert egyel több gazdag ember, tehát ilyen potenciális gazdag ember lenne az egészségének köszönhetően, és a szarnak köszönhetően, a bérfolyának köszönhetően. Úgyhogy elképesztő erős kell legyek ahhoz, hogy ezt végig tudjam csinálni.